Kedves nézőink! Önök tudják, hogy mi imádunk múzeumba járni, mindig találunk egy-egy érdekességet, egy jó ötletet, hova érdemes elmenni. Hát most megint rábukkantunk egy különleges múzeumra, ami tulajdonképpen egy magángyűjtemény, és nem véletlenül az a címünk, hogy egy hajós kapitány kincsei, mert valaki megihlette ezt a múzeumot, és aki viszont most igazgatója, megálmodója, tulajdonosa és szíve, lelke, motorja, az nem más, mint Farkas Judit. Szeretettel üdvözlöm. Én is üdvözöllek, és a közönséget is, és köszönöm a lehetőséget. Igen, ez egy örökség, és úgy érzem, hogy nem akármilyen örökség, itt valóban kincsek vannak. Tulajdonképpen hogy találtál rá a kincsekre? Van-e személyes kötődésed? Úgy találtam rá, hogy édesapám hozta létre a múzeumot. Ő, aki kapitányként dolgozott a magyar hajózásnál, és elkezdett gyűjtögetni a világ minden tájáról, mert be akarta mutatni, hogy milyen helyeken hajóznak a magyar tengerészek, illetve sajnos most már csak múlt időben. Ugye, hogy milyen szomorú ez, hogy nagy tengerjáró ország voltunk, ma meg nincs is. Így van. Már a Dunán se nagyon járnak hajók. Hát sajnos a folyamhajózást is eladták, nem csak a tengerhajózást, és tényleg szomorú, olyannyira, hogy a Duna szakaszunk, hát ugye Európában nekünk van a legnagyobb Duna szakaszunk, és nagyon-nagyon elhanyagolt. Tehát igen komoly fejlesztés kellene ahhoz, hogy hajózni lehessen a Dunánkon. Édesapád nevét megtudhatjuk? Farkas Vince. És 1984. július 12-én nyitotta meg Zebegényben, mint Magyarország első magánmúzeumát. Tehát ő még életében sikerült, hogy megnyissa, berendezze. Igen. Ezt a valamit hol található? Zebegény szívében található, a saját házunkban. Ott nyitotta meg, tehát végül is minden saját, tehát a gyűjtemény is saját. Nagyon nagy lelkesedéssel nyitotta meg, nem is gondolta volna, hogy nagyon nagy sikere lesz. Másfél év múlva már özönlöttek a látogatók. Híre ment, ki voltak éhezve szerintem az emberek a szépségre akkor. És hát ugye, mivel olyan csodák láthatók, hogy indián totemoszlopoktól kezdve, különböző természeti népek kultúrájából gyűjtések, és emellett a hajózás története is meg van építve fatörstől, amit édesapám készített. Gyönyörű történelmi vitorláshajókat készített hozzá. Saját kezűleg, mint egy szobrot előállított hajókat? Igen, saját kezűleg faragta a gyönyörű történelmi vitorláshajókat, de hajó orrfigurákat is faragott, mert ilyeneket nem lehet elhozni eredetiben. Sőt, hozzáteszem, hogy az indián totemoszlopokat is ő készítette. Nem adják oda az indiának. Hát érthető, igen. Ezek minden ország saját kincsei. Így van. De hát akkor egy csodálatos, ügyeskező ember volt, amellett, hogy hajós kapitány. Igen, ő hajózásai során kipróbálta a kézügyességét, de már gyerekkorában is. És amikor idézőjelben mondom, kényszer pihenőre küldték, akkor nem volt más, a kézügyességét kellett hasznosítani, és elkezdett ilyen csodálatos dolgokat faragni. Te lánynak születtél, sose volt gondolatod, hogy de jó lenne hajós kapitánynak, vagy matróznak lenni egy kicsit? De igen, én kapitány akartam lenni. Hát ugye egy ilyen édesapa mellett felnőni, mire vágyhatna akár egy lány is. De Magyarországon nem engedtek nőket, lányokat ilyen helyzetbe kerülni. Külföldön volt már rá példa, de most úgy néz ki, hogy elindult valami. Nekem van 2 éve egy hajós inasom, 17 éves lány, és ő elhatározta, hogy kapitány lesz, és olyan csodálatosan hallott, hogy már matrózvizsgát is tett. Ez igen. Tehát, bár nem egy könnyű élet, szóval én nem tudom, hogy mennyire való lánynak, de hát azért az álmok világában elhiszem, nem egy könnyű élet, de ő egy gyönyörű, csinos, nőies lány.
és amikor kezet fog, akkor bizony a férfiaknak ropognak a csontjai, és nyáron beajánlottam hajóra dolgozni, és először rózkodtak, hogy jaj, nem kell nekünk lány, azokkal mindig csak baj van. Neki áll dolgozni, azóta a kapitányok azon vitatkoznak, hogy melyik hajóra menjen. Jaj, de úgyhogy érdekes, ismeri a kemény munkát. Igen. Na jó, akkor most visszatérve a múzeumra és édesapádra, ő hogyan nevelt téged? Miket mesélt? Nagyon érdekes volt az a bizonyos gyermekmese. Ugyanis mindig a valóságot színezte ki olyan formában, hogy amikor hazajött egy-egy útról, akkor azt mesélte el, ami vele történt. És ebben benne volt az árurakodás, és minden, ami a hajón előfordulhatott, de olyan szinten, hogy mi azt megértsük. És olyan izgalmas történetek kerekedtek ebből, amikor egy őserdős jelenet volt, és hát aztán talán mi gyerekek is éreztük azt, hogy amikor nem volt másképp lehetőség arra, hogy onnan kikerüljünk, kikecmeregjünk, akkor jött a léghajó, és az vitt el minket. Na hát ezek olyan fantasztikus mesék voltak, hogy a mai napig bennem van. És az unokám is úgy látszik ráérzett, mert mindig azt mondja, hogy mama, ne könyvből olvas, hanem a fejedből mesélj nekem. Na hát én is ki tudok találni ilyen meséket. Ez nagyon aranyos, olyan szép történet. Talán még egyet-egyet édesapádéból is visszaemlékezve el lehet mondani. El is mondom neki, igen, és nagyon élvezi, és mindig mondja, hogy mama, légy szíves, arról mesélj, amikor az anyuci kicsi volt, te meg felnőtt voltál, meg a déd nagypapa, amikor hajózott, és te kicsi voltál. Tehát ő megrendeli így a mesét. Na most az életetekben azért a hajó szerepet játszik, szoktatok hajón utazni, vagy mit? Édesanyám, amikor édesapám úton volt, akkor édesanyám mindig vitt minket sétahajókra, és hát akkor még ilyen lapátkerekes gőzhajók voltak, nagyon romantikus volt, nagyon izgalmas volt, és kislány létemre mindig kértem az anyukámat, hogy menjünk a gépházba. És nem is értette édesanyám. Hát az a gőzgép az szenzációs volt, és az a hatalmas lapátkerék, ahogy túrta a vizet, azt órákig lehetett nézni. És akkor utána kértem, hogy menjünk a kapitányhoz. Tehát valamiért mindig első volt a gépház. Egyébként a gőzgépek a kedvenceim. Aztán ugye felnőtt korban is, tehát a vízhez való kötöttség, hát ezt nem lehet elfelejteni, és a víz az egy teljesen más világ. Tehát hajózni, vagy vízen élni, ahogy sokan teszik, az egy teljesen más világ, és nem csodálom, hogy visszavágynak. Tehát szoktunk mi is, hát főként tevezni és vitorlázni. Szóval ez a csodálatos gyűjtemény zebegény szívében van, ennyit megtudtunk, de tulajdonképpen hogy tudtatok belepréselni egy házba ennyi mindent, amiről csak eddig szóltál? Hát nem volt könnyű, mert ugye 32 évvel ezelőtt lényegesen kevesebb anyaggal nyílt meg, és 32 év alatt annyi anyag gyűlt össze, hogy jelenleg ez az ország legnagyobb hajózási gyűjteménye, de csak a negyed részét tudom kiállítani, és az is zsúfolva van. Tehát szó szerint bele kellett préselni. Hát nagyon-nagyon kellene egy jóval nagyobb hely, amire nem tudom, hogy mennyi esély van, hiszen minimum 150 millió forint kellene. Hát, hogyha valakinek van egy olyan helysége, amit éppen nem hasznosít, akkor innen üzenjük, hogy egy múzeum vár nagyobb helyre, és hát ez egy csodálatos, egyedi dolog. Ez mindenképp egyedi, mert olyan az összetétele, tehát annyira sokrétű, hogy szinte világszinten, tehát Európa szinten is, bizonyos tengerész körökben mindig azt mondják, hogy az Zebegényi Hajózási Múzeum az Európa szinten is egyedülálló, és tényleg így van. Ugyanis vannak gyönyörű szakmúzeumok, én is jártam néhányban, de ennyire sokrétűen nincs kiállítva. Hát nekem... Ez olyan nagyon emberi lehet, ahogy elmondtad, tehát egy látogató jobban befogadja, ha van mellette egy kis körítés, egy kis
különleges tárgyak, ami nem kifejezetten a hajózás, de mégis az utakhoz kapcsolódik. Ez így van, pontosan, hogy az utakhoz kapcsolódik, mert sokan rákérdeznek, hogy mit keres itt egy majom vagy egy tigris. Uh-huh. Hát pontosan az utakhoz kapcsolódik. Tehát mindenhonnan valami helyi jellegzetességet akart édesapám hazahozni, és hát így sikerült, hogy Indiából egy tigrist, és aztán tengeri élőlények preparátumai, tehát mindig az adott helyről a jellegzetességet. És ugye amikor kipattant a fejében, hogy ő ezt Magyarországon bemutatja, hogy milyen helyeken hajóztak a magyar tengerészek, ugye Távol-Keleten mindenhol, akkor tudatosan kezdte úgy gyűjteni és felépíteni, hogy hajózás története, fatörstől megépítve, és akkor ez tovább folytatva egész a hadihajókig, és a gyönyörű történelmi vit, és akkor minden Atlanti-óceánból gyűjtések, ördöghal, muréna, óriás húsevő, kagyló, cápák, tehát rengeteg kiegészítő van, pingvin is van, Dél-Afrikából. Tehát ahol ő megfordult, vagy ahol a magyar tengerészek megfordulhattak, onnan mindenhonnan van valami. És elmondhatjuk, hogy te ezt most még csak bővített tovább, hiszen az előbb valami ilyesmit mondtál, hogy te ezt kúrálod, és hát jó igen. Tulajdonos vagy. Egyrészt kezelem, igen, köszönöm szépen a jelzőt, én is annak tartom magam, mindenféle önteltség nélkül, mert nagyon sok munka van, és nagyon szeretem csinálni, és azt érzem, hogy ezzel adni lehet az embereknek, tehát kivétel nélkül mindenki jól érzi magát ott. Tehát úgy mennek el, hogy hú, de gyönyörű volt, ilyet még nem láttunk. És igen, gondolok arra, hogy kellene egy új hely, hiszen azt a mennyiségű anyagot, ami raktáron van, szeretném bemutatni az embereknek, hogy még jobban érezzék magukat, és nem beszélve arról, hogy úgy érzem, hogy az országnak is szüksége van erre, hogy legyen egy olyan hajózási múzeuma, amiről megtudhatja az utókor, hogy milyen komoly magyar hajózásunk volt. Tehát ha kicsit történelemben visszamegyünk, akkor tudjuk, hogy a tengeri nagyhatalmak közé tartoztunk, és hát jött az a bizonyos Trianon, ugye, amikor Magyarországot megcsonkították és megszégyenítették, és a magyar hajózás. Több száz hajóból álló flottánkat. Hát azóta nincs tengeri összeköttetésünk és tengerünk. Így van. A flottánkat elvették, a hajógyárakat, és ugye ebben a kicsi Magyarországban azért még a belsejében maradt annyi erő, és itt a hajógyárakra gondolok, hogy a 30-as években Magyarország azzal állt talpra, hogy elkezdték gyártani az angyalföldi hajógyárban a Dunatengerjáró hajókat. És ennek az volt a feladata, hogy a csepeli szabad kikötőből szállította az árut a tengeri kikötőkig, ott átrakták, és jött haza az áruért, föntről meg a külföldi hajók. Tehát így állt talpra tengerhajózásilag Magyarország, és a gazdaság is egy csapásra helyre jött. Most annyira szomorú a helyzet, ugye semmilyen hajógyárunk nincsen. Komárnóban működik viszont, és milyen érdekes, hogy ugyanezt, ami magyar tervezésű volt Dunatengerjáró hajókat, ezt a típust gyártják külföldi megrendelésre, hiszen felismerték, hogy micsoda jó dolog a folyamon szállítani a tengeri kikötőkig az árut, hiszen a leggazdaságosabb és a legkörnyezetkímélőbb. Ezt egyébként Magyarország is tudja, csak nem ilyen érdekek jártak akkor errefelé. Hmm. Úgyhogy ezért nincs magyar hajózás. Tőlem is kaptunk egy kis történelmet ezen a mai napon. Kedves Judit, én nagyon-nagyon örülök, hogy ennyi mindenről tudtunk beszélgetni. Én önöknek meg remélem, hogy sikerült egy jó ötletet adni, amikor úgy gondolkodnak, hogy hova is menjünk. Hoppá! Zebegényben van egy hajózási múzeum, úgyhogy reméljük, hogy mások is oda. Na, ez most már szörnyű. Várjál, mert már a saját szemben. Hát, kedves Judit, én nagyon szépen köszönöm ezt neked, és azt hiszem, hogy a kedves nézőknek adtunk egy jó ötletet,
hogy ha éppen nincs más, hova is menjünk, mit is csináljunk egy hétvégén, akkor eszükbe jut, hogy hoppá, van Zebegényben egy hajózási, hajótörténeti múzeum, menjünk, nézzük meg, kirándulásnak is jó. Hát köszönöm szépen az ajánlást, igen nagy szeretettel várok mindenkit, és nem csak akkor, ha nincsen más, hanem fel lehet cserélni ezt a programot, és nem fogják megbánni. Úgy legyen! Így áll velem egy kis tényleg.